a parlamentben 6 ellenszavazattal, 10 tartózkodással ment át a gazdasági bizottságban már egyhangulag támogatott javaslat, hogy Pakson új blokkot és blokkokat kell építeni. Mi erről a paksi atomerőmű vezérigazgatójának a véleménye? Hát mi ezen dolgoztunk, meg ezen szeretnénk dolgozni, hogy ez ne csak elvi hozzájárulás legyen parlament részéről, hanem egy jó pár éves munká még majd előttünk. Annak keretében szerezzük meg azokat az engedélyeket, ami már nem a politikától, hanem a környezetvédelmi hatóságtól, országos atomenergiahivataltól kell, arra, hogy akkor építeni is tudjunk egy vagy két blokkot, mert ez is akkor annak a munkának a keretében lesz majd eldöntve, amit a fölhatalmazás alapján kezdhetünk. Nagyon örülünk, hisz azt gondoljuk, hogy így Pakson akkor körülbelül ennek a döntés kapcsán 70 évre lesz elegendő munkánk. 10 év az előkészítő építő, és 60 évre tervezik ezeket a blokkokat, akkor azt gondoljuk, hogy ez a 70 éves távlat mindenkinek láthatóvá válik. Igazgató úrnak akkor még talán az unokái is dolgozhatnak ebben az új létesítményben? Bízunk benne, hogy igen. Azért unokáim, hanem valamennyi ott dolgozónak, aki elkötelezte magát az erőmű mellett, azok unokái is. A legutóbbi találkozásunkra emlékszem, ahol Lévai András szobrát koszorúzta meg. Hogy látja, hogy ott a szoborparkban Lévai Andrásnak, aki a magyar energetikának, de az atomenergetikának is az egyik úttörője. Jár mondjuk Mark Zuri bácsi mellett neki is egy szobor? Hát ugye itt nem így kell megítélni ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy fogunk azon dolgozni, hogy ő is méltóképpen a paksiak is megemlékezzenek róla. Tehát a Műszaki Egyetem megemlékezések keretében sikerült a professzor úr munkásságát helyre tenni. Azt gondolom, hogy Pakson is, hogy egyértelműen tiszta legyen mindenki számára, hogy ő nélküle nem lett volna atomerőmű Pakson, illetve nem olyan modern erőmű lett volna, ami ma is üzemeltetésre képes, jó állapotban van, ezért mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy neki is egy szobrot állítsunk. És hogy látja a beszállítókat, hogy milyen beszállító várható, szovjet, aztán francia, kanadai, amerikai, japán? Ön hogy látja most, hogy kik azok, akik a legnagyobb sanszal a beszállítói ennek az új erőműnek? Hát úgy gondolom, hogy nem kell megismételni a vállalkozói kört, nincsenek csodák, ebből a körből kerülhet ki. Hát ebből majd az lesz, aki akkor kiválasztott blokkra, típus alapján legjobb ajánlatot fogja tenni, mind anyagilag, mind műszakilag, tehát mint hosszú távüzemeltetés, tehát ez majd már a tendereztetés, versenyeztetés része lesz, de a piacon nincs sok szállító, ezért is volt fontos az, hogy a döntés minél hamarabb megszülessen, mert ha húzzuk az időt, akkor ezen a szállítóknak a kapacitását valószínű, hogy a jövőbe lekötötték volna, és mi hiába szerettünk volna 2020 környékén blokkot építeni, nem biztos, hogy lett volna szabad kapacitás ezen vállalkozóknak. A utolsó kérdésem, hogy hogy látja a helyzetet már a teljesítmény, blokk teljesítmény vonatkozásában, hogy Magyarország energetikáját, vagy egyáltalán egy közép-európai energetikai blokkot, tehát energetikát próbál meg kiszolgálni, és annak megfelelően illeszkedik bele teljesítménnyel? Hát mi is szeretnénk minél magasabb, nagyobb teljesítmény blokkot építeni, hisz a fajlagos mutatóink akkor lennének a legjobbak, de hogy ennek keretek szab az, hogy Magyarországon mennyi a teljesítmény, milyen nemzetközi előírások vannak az üzemzavari menetrendtartásra. Addigra, amire oda jutunk a blokk kiválasztásra, akkor előfordulhat, hogy tudunk olyan környékbeli megállapodásokat kötni, hogy akkor ez az egység kieső legnagyobb egység teljesítménynek a kompenzálását már végezheti több ország is. Ha nem, akkor azt gondoljuk, hogy ilyen ezres blokk nagyságnál nekünk meg kell állni, de ha esetleg ilyen egyezményeket még sikerülne összehozni, akkor nekünk se volna mindegy, hisz mindig később a tulajdonos a létszámadatokkal, az 1 megawatt órára eső költségekkel, mindennel számon kér bennünket. Legjobb az elején olyan blokkot választani, aminek a hatékonysága hosszú távon a legmagasabb és a legolcsóbb.